A kecskeméti járási ügyészség rongálás vétsége miatt emelt vádat egy kecskeméti nő ellen, aki idén áprilisban bemászott volt élettársa házának udvarába, ahol bosszúból összekarcolta a férfi feleségének autóját. A vádlott közel 300 ezer forintos kárt okozott. A vádirat szerint a vádolt nő és volt élettársa néhány hétig éltek együtt, majd a férfi a kapcsolatot lezárva visszament a feleségéhez. A vádlott azonban nem tudott belenyugodni a szakításba. Április 26-án reggel megjelent a volt élettársa kecskeméti házánál, bemászott a kerítésen, majd a ház melletti nyitott kamrából a vádlott kivett egy csavarhúzót, amivel összekaristolta a lezárt autót. A rongálás után kimászott a kerítésen és a kerékpárjával elhajtott a helyszínről. A szabadlábon lévő büntetlen előéletű vádlott beismerte a bűncselekményt, őt a járási ügyészség kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Az ügyész próbára bocsátást indítványozott a vádlottal szemben azzal, hogy a bíróság kötelezze a rongálással okozott kár megtérítésére is. A vádlott bűnössége kérdésében a kecskeméti járásbíróság dönt.